Nagyon fontos igazsággal, igével szeretnélek buzdítani, bátorítani benneteket. Pál apostolnak korintusbeliekhez írt leveléből, két részből is szeretnék felolvasni néhány sort. A 8-as így kezdődik. Az egyszerű új fordításból olvasom. Hadd mondjam el nektek, milyen kegyelmet adott Isten Macedónia gyülekezeteinek. Ezek a testvéreink nagyon szegények, sőt, szenvedést, megpróbáltatást kellett elviselniük. Ennek ellenére olyan nagy öröm lakik bennük, hogy sokat adakoztak másoknak. Elmondhatom, hogy annyit adtak, amennyit csak tudtak. Sőt, talán még annál is többet. Mindezt pedig önként tették, senki sem mondta nekik. Újra meg újra könyörögve kérték, hogy adakozásukkal Isten népét szolgálhassák. Ezt újra felolvasom, ezt a mondatot. Újra és újra könyörögve kérték, hogy adakozásukkal Isten népét szolgálhassák. De nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem még annál is többet. Először önmagukat adták át az Úrnak, aztán nekünk is, azután adták az ajándékaikat. Ez az Isten akarata. Ez az Isten akarata. És akkor néhány sorral odébb. Nem parancsként mondom, hogy adakozzatok, de szeretném kipróbálni, hogy igazi szeretet van-e bennetek. Ezért mondtam el nektek, hogy mások milyen bőségesen adakoznak. Mert tudjátok, hogy az Úrunk Jézus Krisztus mennyire gazdag volt, mégis teljesen szegény élet értetek. Ezzel mutatta meg, mennyire szeret benneteket. Az ő szegénysége által gazdagodtatok meg. Amen. És akkor a 9. részből. Azt szeretném, ez folytatása egyébként az előtte lévő gondolatsornak. Igazából az Új Szövetségben itt írja le Pál az adakozás rendjét, és itt mutatja be azt a lelkületet, azt a szívet, amit Isten szeret. Azt szeretném, ha adományotok úgy lenne elkészítve, mint önként adott nagy lelkű ajándék. Nem akarom, hogy kényszerből is kelletlenül adjatok akár egy fillért se. Ezt is elolvasom újra. Nem akarom, hogy kényszerből és kelletlenül adjatok akár egy fillért se. Vegyétek figyelembe, hogy aki kevés magot vet a földbe, az kevés termést is fog aratni. Aki pedig bőven veti a magokat, annak az aratása is bőséges lesz. Mindenki annyit adjon bele a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti az Isten, aki szívesen és jókedven ad. Mert ő is szívesen rátok zúdítja minden kegyelmét, és eláraszt jóságával. Annyira meg tud áldani benneteket, hogy minden körülmények között mindent megkapjatok, amire csak szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen adakozhassatok a rászorulóknak. Amint meg van írva, bőkezően adott a szegényeknek, jó tettei soha nem merülnek feledésbe. Isten vető magot ad annak, aki a vetést végzi, az éhezőnek pedig kenyeret. Ő fog nektek is szellemi vetőmagokat adni, és megszaporítja a magokat, amit a földbe vetettetek. Így lesz bőséges, amit arattok. Ez is tőle származik. Így viszonozza nektek, amit másoknak adtatok. Ilyen módon fogtok mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezően tudjatok adakozni a rászorulóknak. Ez pedig rajtunk keresztül azt fogja eredményezni, hogy akik kapják, hálát adnak érte Istennek. Mert ez a szolgálat, amit ti az adakozással végeztek, kettős haszonnal jár. Egyrészt Isten népének segítetek vele, másrészt azok, akik az adományokat kapják, hálásan megköszönik Istennek. Az adakozásnak ez a szolgálatja bizonyítja, hogy a hitetek valódi. Ámen. Ámen. Halleluja. Halleluja. Fantasztikusan erős ige. A világ értékrendben ez a gondolat nem található meg. De Isten meg akar tanítani bennünket, hogy így gondolkodjunk. Meg akar tanítani a nagyvonalúságra, az önfeláldozásra, az elengedésre. Ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell változtatni a gondolatainkat. Az idén nyáron a Balatonetten
szolgáltam 3 napig, Biblia gondolatok a pénzügyekről, ez volt a 3 napi szolgálatomnak a címe. És újra és újra megdöbbenek, amikor azzal szembesülök, hogy melyek azok a területei a hívő életünknek, ahol, ami nem működik, ahol rendszeresen botladozunk, csetletezünk, és egyik legfontosabb terület ezek közül a pénzügyek, az anyagiak voltak. A másik az időgazdálkodás, az időbeosztás, a harmadik a megbocsátás volt. Azzal szembesülök rendszeresen, ez nyilván rám is vonatkozik, félre ne értsetek, hogy én ebben már toppon lennék, én is tanulom ezt a leckét, de ez a 3 kritikus terület van a hívő testvéreim, embereink, ez a 3 terület kritikus az életünkben, és ennek az az oka, hogy nem újult meg a gondolkodásunk ezekben az igazságokban. És arról már beszéltem, tudjátok mi van, hogyha nem újul meg a gondolkodás. Róma 12:2 erről beszél. Erről a fontos igazságról. Ha nem újul meg a gondolkodás, marad a régi séma. A régi emberi Orsovai Dezső régi mentalitása szerinti gondolkodás. Ami mindig oda is vezetett, ahol voltam a megtérésem előtt. És nagyon sokan a megtérés után sem szánnak időt, energiát arra, hogy a pénzügyekben, az anyagiakban, az időbeosztásban is, és az elengedésben, a megbocsátásban is megújítsák az elméjüket az Isten igazságában. Ezért nincs áttörés, ezért sok a konfliktus ezen a területen. Ne gondoljuk, hogy Isten nem a teljességet hozta, amikor Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek, az azt jelenti, az a bővölködés az Isten teljességét jelenti. Az nem pénzről szól, hanem az Isten teljességéről szól. Fel se tudjuk fogni az értelmünkkel, hogy ez mit jelent Istennek ez a teljessége. Meg kell ismerni ezeket az igazságokat, kutatni kell, fel kell fedezni, mélyre kell lásni, és megtörténik a paradigmaváltás a gondolkodásunkba. Enélkül nem tudunk ebbe boldogulni. Azt mondja a Róma 12-ben, hogy változunk el az elménk megújulása által, hogy megismerjük, mi az Isten akarata. Ha nem újul meg az elme, nem tudom elsajátítani, nem tudom megragadni, mi az Isten akarata. Hallani hallottam róla, mert beszélt róla a Feri, a Tamás és az Ervin, az Attila itt a pulpitusnál, de csak hallottam róla. Az kevés. Az csak a boronálás. Tehát Jézus is tanít, hogy jobb adni, mint kapni. A világ nem beszél erről. Ez egy nagyon fontos szellemi igazság. Adjatok, és néktek is adatik. Ezek Isten törvényei, Isten igazsága, és azért igaz, mert az Isten szájából származik. Az Isten a garancia arra, hogy ez működni fog az élet. De nekem ezt el kell hinnem, meg kell értenem, el kell fogadnom, és eszerint kell gondolkodnom az anyagiak és az egész életemre vonatkozóan. Ezek a törvények magasabb rendűek az anyagi világ törvényeinél. Magasabbak az anyagi világ törvényeinél. Ezért kell belekapaszkodni. Ha alá tudjuk rendelni a gondolatainkat ezeknek az igazságok, akkor valóságosan meg fog változni az életünk. Az életünk akkor fog megváltozni, ha megváltozik a gondolkodásmódunk. Azzal a szívcserével ez elindult, ami itt az előbb történt. De most már neked az a leckét, hogy az Isten igazságát keresd és kutasd, ne a világ igazságát, mert az nem tart meg soha. De az Isten igazsága mindig megtart. Szeretném, ha elmondanánk együtt, megvallást tennénk a hitünkről. Jó? Mondjátok velem. Uram, Királyom, Istenem! Hálaadással, háladó szívvel állok most előtted. Köszönöm a te igazságodat, amely szellemi és élet, és megtartja az életemet minden körülmények között. Uram, sok mindent nem értek még, de tanulni akarok tőled. Kérlek, bocsáss meg, hogy gyakran leugrok a korongodról, és a saját fejem után megyek.
Tudom és hiszem, hogy te nem vádolsz, nem kárt hoztatsz, ha valamit elrontok, hanem megigazítasz, és rávezetsz a helyes útra. Kérlek, adj nekem megértést, tiszta látást az anyagiak területén is. Kedves Szent Szellem, vezess el az igazság megismerésére és megértésére, hogy szabad lehessek minden káros befolyástól, rossz szokástól és tőled idegen gondolattól. Megvallom és hiszem, hogy nem a véletlenek és a körülmények áldozata vagyok. Az áldozat te voltál, Jézus. Teljes szívemből hiszem, hogy Isten minden ígérete te benned lett valósággá az én életemben is. Hiszek ezekben az ígéretekben, és meglátom az Isten jóságát az élők földjén. Köszönöm, hogy bevonsz engem a te nagyszerű tervedve munkádba. Hiszem, hogy így az én adományom is Isten céljait szolgálja, és mértékétől függetlenül Isten királyságát építi itt a földön. Meg akarom érteni, és el akarom hinni, hogyha hittel, hitből, jókedvel adok, vetek, mindig lesz aratás az életembe. Nem kevesebbem lesz, hanem többletem, mert te megsokszorodod azt. Taníts a hitre, hogy ezt mindenkor szabad szívvel, félelem nélkül tudjam gyakorolni. Szabadíts meg a te igazságoddal minden félelemtől, aggodalomtól, rettegéstől az anyagi életemben is. Adj nekem hitbéli bátorságot, hogy átadjam és alárendeljem a pénzügyeimet is a te akaratodnak, és merjek bízni életemnek ezen a területén is. Segíts megérteni, hogy a bővölködő élethez a szereteten és a hitből való adáson átvezet az út. Uram, nincs semmi, amit ne tőled kaptam volna. Mutass és taníts az útra, amelyen járva jó sávhárként szolgálhatlak azokkal a javakkal, amiket tőled kaptam. Hiszen, és tudom, te vagy az ellátásom forrása. Rád bízom magam. Leszámolok minden okoskodással, és megfeszítem a saját akaratomat, hogy helyt adjak a tiédnek. Emlékeztetem magam azt ígérted, hogy te fogod betölteni minden szükségemet, a te mennyei gazdagságod szerint dicsőségesen a te fiadban. Keresem a te országodat, a te igazságodat, és tudom, hogy te fogsz gondot viselni róla. Meg akarom, és meg fogom újítani az elmémet az anyagi területen is. Tőled kérek bölcsességet, és megértést mindezekben. Uram, nem megfelelni akarok neked, hanem szeretlek.
és tudom, hogy az vagyok, akit te is szeretsz. Ámen. Ámen. Halleluja.